Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2021. évi nyári irodalmi gáláján. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a közreműködő művészeket, írókat, költőket, színművészeket és zenészeket. Én Bényi Ildikó vagyok, a műsorvezető társam Takács Bence. Igen, ez én vagyok. Jó estét kívánok, milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket, és köszönöm szépen, hogy Ildikó idén is elvállalta, hogy végig mankóként itt lesz velem, és segít engem ezen a gyönyörű úton, amit úgy hívunk, hogy irodalom. Korábbi gálaestjeinkhez hasonlóan ma is vers és próza színpadi összeállításokat hallhat a kedves közönség. Kortárs magyar írók, költők, köztük természetesen a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjainak műveiből. Ma is elsősorban az idei esztendőben kerek születésnapjukat ünneplő írásaiból válogattunk, az ő életművükre szeretnénk felhívni az önök és egyúttal a mi figyelmünket is. Kezdjük tehát a műsort az idén centenáriumát ünneplő kiemelkedő költünk, Pirinszky János apokrif című versével, melyet Újhelyi Kinga, Jászai Maridia színművész megzenésítésében és előadásában hallunk. Albert Szilárd hegedűművész, Darkó Gergely zongoraművész, Pusker János csellóművész és Szabó Krisztián gitárművész közreműködésével. Kellemes estét kívánunk! Mert elhagyatnak akkor mindenek, külön kerül az egeké, s örökre a világ végi esett földeké, s megint külön a kutya ólak csöndje, a levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla, néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatunk akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidő, ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kéz fejet, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet, hasadt patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermedt vájukat, s a mély világi kint ismeritek. Feljött a nap, veszőnyi fák sötéte, a haragos ég infravörösében, így indulok szemközt a pusztulással, egy ember lépked hangtalan, nincs semmi, árnyéka van, meg bottya van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni,
ezekért a kései keserű léptekért, s majd este lesz, és rám kövünk sarával az éjszaka, s én hunypillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt valamikor, a paradicsom állt itt félálomban, újuló fájdalom hallani, óriási fájt hallani, óriási fájt. Haza akartam, haza jutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliába. Irtóztató árnyam az udvaron, törődött csönd öreg szülők a házba. S már jönnek is, már hívnak is szegények, már sírnak is, ölelnek ott ladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, itt kisgyerek sírdeszka résbe a márnára elfúló remény. Hogy megjövök és megtalállak, torkomban löptek közeled, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Ízzó mezőbe tűzdelt árva lécek, és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegő, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy, mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kín felett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok, kimeredek a földből. Én már, mint a kő vagyok, halott redő. Ezer rovát karrajzom, egy jó tenyérnyi törmelék, akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres árok. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő. Ezer rovát karajza,
teremtmények arca. Idén, augusztus 23-án lett volna 95 éves Hernádi Gyula, Kossuth és József Attila díjas prózaíró, forgatókönyvíró, az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja. Hernádi Gyula 18 évesen került orosz hadifogságba, ahonnan csak 1947-ben térhetett haza. 1955-től jelentek meg versei, elbeszélései, kisregényei. 1963-tól a korszakos magyar filmrendező Jancsó Miklós alkotótársaként számos jelentős film, például Az oldás és kötés, A szegény legények, Az égi bárány forgatókönyvírója, dramaturgja volt. Borotvált tabló című kisregénye az 1950-es évek kegyetlen politikai világában játszódik. Egyebek mellett Rajk László Perének történetét is megjeleníti benne az író. A mű egy részletét most Lukács Sándor Kossuth díjas színművész, az MMA rendes tagja előadásában hallhatjuk. Kopogtak. Töreki lép a szobába. Hadbíró ezredesi egyenruha van rajta, hosszú, húzott szemei mindent átkötnek. Udvariasan köszön. Kezé csókolom. Szervusz, Géza, mondja. Eszternek kezet csókol. Csalnerrel kezet fog. Iszik konyakot? Kérdezi tőle Eszter. Kérek egy kicsit, válaszolja. Kérlek, nem tudom, nem tisztáztuk pontosan anyámhoz, kezdi Csalner. Úgy emlékszem, beszélgettünk róla, abban állapodtunk meg, hogy majd utána, nem? Vág közbe töreki. Csalner hangja összehúzódik. Igen, emlékszem. Egyébként szerintem is észszerűbb utána. Tényleg jobb lesz, mondtam is Eszternek. Kismarti már leszólt a főkapitányságra, várnak benneteket. Bilincselve? Kérdezi Csalner. Természetesen. Ott már tulajdonképpen nincsen semmi tennivaló, egyszerűen átszállsz a rabszállítóba. A teremablakokat megnézték? Kívülre bádog ellenzőket szereltek, azt hiszem elég jó lesz a megvilágítás. Te mikor indulsz? Én 10-kor megyek le. 11-kor kezdünk. Sajnos neked a Margit körúton 2 órát várakoznod kell. Kiadtam az utasítást, a bilincseket vegyék le rólad, adjanak valami képeslapot. Hol kell ott várni? A terem mellett van egy kis szoba, meg is néztük, amikor lent jártunk, emlékszel? Igen, hogyne. Na, onnét visznek be. Először a folyósóról gondoltuk, de elkerülendő az esetleges incidenseket. Jobbnak látjuk úgy, ha így történik. Az ajtaja mindjárt a bírói asztal mellett van, hátul, ha jól emlékszem. Igen. Hátulról nézve a bal oldalon. Tehát a távolság rövidebb lesz, mint amekkorát a helyszínen számoltunk. Megmérettem 6 méter. Itt a fürdőszoba ajtó és az ágy között van annyi. Ha lennél szíves ezt most végigpróbálni. Gondolom, jobb lenne, ha a bilincsbe csinálhatnám. Így nem tudom, hogyan kell szabályosan tartani a csuklómat. Kismartinál van, mindjárt jön. Eszter... Itt lakhat addig? Hát hol máshol? A személyzet is itt marad? Hát ameddig szükség van rájuk, feltétlenül. Kismarti udvariasan meghajol. Nálad van a bilincs? Kérdezi tőle Töreki. Igen, itt van.
Légy szíves, tedd rá, végig kellene itt próbálni az utat, és azt mondja, jobban tudja csinálni, ha rajta van. Kérlek, gyere Gézám, tartsd a csuklódat. Csalner felemeli a két öklét, egymásra helyezi őket. Kismarti ráköti két csuklójára a finom láncot, bekattintja a lánc végére szerelt apró lakatot. Töreki mosolyogva figyeli a jelenetet. Eszter feléje hajolva, nyugodt hangon kérdezi tőle. A fürdőszoba ajtót mondta? A fürdőszoba ajtótól az ágy széléig. Csalner odaír a fürdőszoba ajtóhoz. Megfordul, visszafelé indul, lassan lép, öklét kissé megemeli, az ágy szélénél megáll. Így jó lesz? Kérdezi Törekit. 8 lépés volt, ugye? 8. Fog menni. Nyugodtnak látszol. Az is vagy? A minimális szükséges izgalmat leszámítva teljesen, válaszolja Csalner finomkodva. Örülök neki. Iszol még egy kicsit? Köszönöm, nem kérek többet. Lassan elindulhattok kis Martival. Mi itt maradunk, én aztán később lemegyek. Nem akarsz elbúcsúzni Esztertől? Kimegyünk? Nem szükséges. Már elbúcsúztunk, mondja Csalner maga biztosan. Odalép a lányhoz, meg akarja ölelni, de a bilincs nem engedi. Kismarti odaugrik eléje. Mindjárt kinyitom, mondja zavartan. Ne nyisd ki. Így is megy, mondja Csalner mosolyogva. Lehajol, esetlenül megcsókolja Eszter szemét. A lány átöleli, végig csókolja az arcát, a nyakát. Nem fogsz megfázni? Kérdezi aggódva. Erős a nap, a kocsiban nincs hideg, válaszolja Csalner. Nem akarod felvenni a felöltődet? Kérdezi Kismarti barátságosan. A kocsiban nincs hideg, nem? A kocsiban nincs. Elvihetjük magunkkal. Betesszük a kocsiba. Csalner mosolyog. Hát, szervusztok, mondja. Vidáman, ujjait játékosan előre tolva, ügyetlenül kezet fog Törekivel. Töreki szeliden, kedveskedő hangon búcsúzik tőle. Szervusz, Gézám, a viszontlátásra, mondja, és megveregeti a vállát. Csalner Kismarti elé lép, elindulnak. A hallban, a lépcső alatt sorban áll a személyzet, 4 inas, 2 szakács, 6 katona. Csalner megbilincselt kezével egyenként kezet fog velük. Katonás meghajlással fogadják a kézfogást. Kismarti Csalner vállára teríti a fekete felöltőt, kilépnek a kertbe. A felöltő egyre lejjebb csúszik a vállán. Megáll, szétterpeszti a lábát, felnéz az ablakokra. Kismarti leemeli válláról a felöltőt. Horváth főhadnagy kinyitja előtte a fedett magomobil ajtaját. Kismartival besegítik a kocsi hátsó ülésére. A Margit körúti fegyház legvékonyabb folyósóján elharabdált világosság sor. Csalner apró villanykörték alatt támolyog, 2 fegyőr fogja hóna alatt, előbbre lökik, viszik. Fiatal pap megy mellette, karing van rajta, feszületet tart a kezében. Körülfogdossa Csalner elhajló remegő arcát, nyugtatni próbálja. Nyugodj meg, fiam. Mint a makroncos gyereket felemelik, lehetik, húzzák a kövön. Vékony hangja visszafordul, felbontja magát, rekett, egyszerű, hangsúlytalan. Gazemberek, mondja többször egymás után, halkan, magában beszél. A fegyőrök felállítják, tartják, megállnak vele. A folyósó végén kis udvar világít. Az udvar közepén akasztófa áll. Kopogtak. Töreki lép a szobába. Hadbíró ezredes ruha van rajta, és hosszú szemei
mindent átkötnek. Kis Dénes, József Attila és Babér Koszorú díjas költő, író, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja, 85 évvel ezelőtt született a zalamegyei Pacsán. 1956-os forradalmi verséért meghurcolták, a kistarcsai internáló táborba deportálták. Kiszabadulása után gyári munkásként, könyvtárosként, majd szerkesztőként dolgozott. Életműve csaknem 50 önálló könyvet foglal magába. Munkái 1962-től jelentek meg. A magyar nyelv törvényeit és lehetőségeit munkássága során nagy szeretettel kutatta. Verseit most Oberfrank Pál Jászai Mari díjas érdemes művész és Hüvösvölgyi Ildikó Kossuth díjas színművész előadásában halljuk. Az egyenes görbületei. Nincs vezeték, mi tovavinné, mi az emberben sajog, fáj. Nincs sugárzás, mi elfogyassza, mit termele, hús, vér, massza, s mi elfedje, hó, jég, január. De nincs végül is április sem. Halálig állandó vagyok. Nem azért vannak, hogy őrizzenek ruhák, lakások, évszakok. Nem azért vannak a szerelmek, minnek öntörvénye van, mozdulata is kezemnek. Valami szüntelen elenged, mikor rajt kapom magam, és valami meg is ragad mindig, és közönösen fogva tart. Nincs csillag, ahol összegyűjti ki, miért volt és mit akart. Nincs távolság és nincs közelség, csak amivel már megjelöltek, az az akarat, az a restség, az a kevesebb, az a többlet. Ami lehetek, meghatároz. Nem sorsom ez, törvényem inkább. Azt sem tudja, aki föláldoz, mit tesz, és miért így tekint rád. A nyitottság is mind bezárt pálya, Attila tudta, halta ezt. Korlátolt, aki kitalálta a görbét, meg az egyenest. Képeslap Badacsonyba Tatai Sándornak. Hegynek vetett háttal, homlokkal a napnak, él a sziklanyűvő, derűs, kőmorzsoló ősz bazalt király. Gyűjt roppant dobbanásokat virágsziromról, bakonymélyből, holdat pattint fekete éjből, tanyája alatt már magma szakadt vulkán orgonái. Dalszerűen. Nézd, az erdő is ott repül, az ég alatt, az ég alatt. Emelik, viszik hajdani fákon fészkelő madarak. Nézd a szárnyukon nyárpihék, foszlott napok, foszlott napok. Az összekötött füttyögés elér már egy-egy csillagot. Nézd, a világod ott suhan. A gyerekkor, minden értéked, ami van, viszi a szél, hordja a por.
De mégis kell a dal. Az ég alatt, az ég alatt. Kell a földembert röptető hitvallás, eszmény, akarat. Kell egy tűnékeny diadal, a gyerekkor. Még akkor is fölmagasztal, ha szél viszi, s elhordja por. Mács József, Madách Imre díjas felvidéki prózaíró, a Magyar Művészeti Akadémia néhai rendes tagja, 90 évvel ezelőtt született a Gömör megyei Bátkán. A felvidéki magyar paraszti világ és a kisebbségi sors jeles ábrázolója regényeiben rendkívüli érzékkel rajzolja meg azokat a lélektani mélységeket, amelyek keserves megalázottságban élő hőseit jellemzik. Kedves vendégeink, a következő percekben Mács József Temetőkapu című regényének egy részletét hallhatjuk Újhelyi Kinga előadásában. Aztán zenével folytatjuk a programot. Bach G-dur szvét alemán című művét Puskér János adja elő. Pihenni akart csupán. Aludni nem. Ki kellett találnia mindenáron, hogyan védheti meg magát legfélelmetesebb veszélyeztetőjétől. S a kényszerű ébrenlétből mély álomba zuhant. Akkor jöttek a cselekvésre késztető álomképek. Az űrhajó leszállt a földre, a Márton László udvarára, és szorosan tapadt Boriska ablakához. Az űrhajós leült az ágy szélére, és azt mondta. Messziről jöttem, ne ellenkezz. Nem félek tőled. Tudtam, hogy el fogsz jönni. Vártalak, számoltam veled. Nyöszörögte a lány, hát nem ismert rá a saját hangjára. Vetkőzz akkor. Nincs sok időm. Vesd le mindent magadról, parancsolta szigorúan a vendég. És te? Így akarod? Ebben a maskarában? Nevetett fel idétlenül Boriska. Ha levetném, fent megfulladnék. A halálomat akarod? Dehogy. Azonban van egy bökkenő. Az elhatározásom. Rám nem vonatkozik. Én az égből szálltam le hozzád. Igaz, igaz, ismerte el Boriska. És mikor már egészen csupasz volt, ő maga mondta. Na gyere, te vigyázz! Vigyázz, nehogy úgy maradjak megint. Mikor az űrhajós birtokba vette a testét, felriadt. Felébredt, felgyújtotta a villanyt, kétségbe esetten kereste álombeli vendégét. Megkönnyebbülten lélegzett fel, mert hiszen nem volt veszve semmi. Álmában esett meg vele a gyalázat. Az ablak zárva, nem jöhetett be senki. A ruhájából se vetköztette ki senki. Bolondosan ugrálhatott volna az örömtől, hogy sértetlen maradt, de a lelkére nehezedő nyomás fásultá és bénultá tette. A villanyt sem oltotta el. Ölébe csúsztatott kézzel, szenvedő ábrázattal a szörnyű álmot próbálta megfejteni, de akárhogyan csűrte, csavarta a dolgot, ugyanarra a következtetésre jutott, hogy az űrhajós eljön érte a valóságban is, és felröpíti őt a levegőbe, s míg a föld körül keringenek, szünet nélkül szeretkezni akar vele, kötetlenül, szabadon, ég és föld között lebegve. S ha megelégelte, kidobja őt a térbe. Ott forog majd időtlen időkig, s akár így történik, akár nem, már soha senki nem bukkan a nyomára. Tűvé tehetnék érte a határt, a völgyet. Márton Boriska nem kerülne elő többé. A felismerhetetlenségig összezúzott holttetemét felfalnák a vadak. Soha nem állhatna a jajhalmiak elé megöregedve. Látjátok? Így is lehet élni. Az enyém volt az igazi vezeklés. A ti bűnbánatotok csupán önámítás és szemfényvesztés. Ha megbántatok valamit, azért tettétek, hogy újra elkövethessétek a bűnt.
ahogy felocsúdott képzelgéséből, sorra vett minden lehetséges rejtek helyet, de egyiket sem találta alkalmasnak. S mert a faluban semmire sem ment a kereséssel, az egész határt is bekószált a képzeletben, elidőzött fánál, bokornál, üreges mélyedésnél, de azokat sem látta biztonságosaknak. Egészen véletlenül villant az eszébe, hogy a kripta olyan, mint egy szétverhetetlen erődítmény. Az látszik biztos fedezéknek. Ha az akácfák a koronájuk alá bújtatják, nincs olyan éles szemű űrhajós, aki észrevenni. Mikor felismerte, hogy megtalálta, amit keresett, a félelem okozta kábultsága egyszerre megszűnt. Felpattant az ágyról, eloltotta a villanyt, az ablakon keresztül kimászott a koromsötét udvarra. Óvatosan haladt, nehogy felébrezze a szüleit és a szomszédokat. Aztán a csűrben megkereste az ásót és a lapátot, meg a fűhordó lepedőt, s mindezeket a vállára kanyarítva gyors léptekkel elindult a temető felé. Erős vágyat érzett, hogy a fia kiásott csontjait is magával vigye a biztos fedezékbe. A kapun bejutva, a vélt helyen földbe szúrta az ásót, s mint akibe három ember ereje költözött, ásott és ásott. Hosszú volt az éjszaka. A temető és a határ fölött mozdulatlanok voltak a fekete fellegek, amelyek, mintha már is fedezni és rejteni próbálták volna Boriskát, akinek a kezében nem pihent az ásó és a lapát. Kincskereső szenvedéllyel ásta le magát jó mélyre, ahol a fiából maradt csontdarabkákat meg is találta. Bepójálta a fűhordó lepedőbe, és kimászott a gödörből. Annyira megrészegítette a siker, hogy ásóról, lapátról megfeledkezve már csak a batyúval törődött. Vigyázva ment, ahogyan az édesanyák mennek ismeretlen utakon a gyermekükkel, nehogy egy nagyobb kőben megbotoljon, vagy egy mélyebb gödörbe belelépjen. A lepedő két szárát azzal az elszántsággal szorította csomóba az áll alatt, hogy a kisfia csontjait már senki nem veheti el tőle. Megnyugodva rótta az utat, mint aki már nem egyedül él. Haláláig vele, mellette lesz a gyermeke, aki azzal külön bársonyetus, a faragópityó és a földkerekség minden gyermekénél, hogy nem beszél. Némább, mint Nyerges Dezsi. Nem kell miatta magyarázkodnia sem a jajhalmiak, sem a világ előtt. Egy-két percnyi járásra volt a kripta, mégis végtelen hosszúnak találta ezt az utat. Nem tekintgetett már a feje fölé, nem rettegett az űrhajóstól, mintha a kisfia megtalált csontjai a kriptánál is biztosabb védelmet nyújtottak volna számára. Mereven maga elé nézett, és csak a hepehupás eső kimosta utat figyelte. De ha körül is hordozta volna a tekintetét a határon, akkor se látott volna semmit. Még a falu is elveszett a szeme elől. Úgy ment, mint aki már megszabadult a gondjától. Lepattogtak róla a félelem bilincsei. Soha olyan könnyűnek nem érezte a testét. Nyoma se volt rajta az ásás és a lapátolás fáradtságának. Ha valaki el akarta volna venni tőle a batyut, mérföldeket szaladt volna megállás nélkül. Ettől azonban nem kellett tartania. Mély álomba zuhant minden. Még a pirkadatnak örvendő madarak sem köszörülték a torkukat. A kripta egy hosszú és felfelé emelkedő szakadék aljába épült. Hátsó fala a lenyesett földdel érintkezett. A teteje lapos volt, és benőtte a fű. Homlokfala nélkülözte a díszítő elemeket, és boltíves ajtaja fölött a reménykedés egyetlen szavát mállasztotta az idő. Feltámadunk! A front átvonulásakor nem esett benne kár. A katonák észre se vették. A lakosságban támadt oldhatatlan szomjúság mi lehet a fák között? Kibontották.
és kiemelték a súlyos vasajtót a falból, s haza is vitte szekéren, akinek szüksége volt rá. A halottak egy kicsiny birodalmában átkutattak mindent, s elvittek minden foghatót. Csak az érckoporsót hagyták érintetlenül, mert azzal nem boldogultak. Boriska az orráig is alig látott, olyan sötét volt, de annyira ismerte az utat, hogy vakon is eltalált volna a kriptához. Nem ment be mindjárt. A homlokfalhoz dőlve megvárta a nap felkeltét, a sötét fellegeken átszüremlő világosságot, s csak amikor bent is derengett, akkor ült rá az érckoporsóra. Nem a hátán, a karján tartotta a lepedőt a kisfia csontjaival, s úgy babosgatva ringatta a csontokat, mintha élő gyermek lett volna. Boldog volt, és elégedett, mert hiszen biztos fedezékben volt, ahol élete végéig a gyermekének élhet, ahol nem érik utol sem földi, sem égi veszedelmek. Nem gondolt éhségre, és arra sem, hogy észreveszik az eltűnését, és a szülei riasztani fogják a falut, ahogy Bársony Antal esetében is történt, és az emberek átkutatják a határt, benéznek minden kútba, bokorba, mélyedésbe, előkerítik élve vagy holtan. Ezért volt nagy a megdöbbenése, amikor másnap délelőtt megállt Fanni és Póli, valamint a két sógora. Először csak riadtan pislogott rájuk, mint a fészkében ülő madár. Azután zord és dünnyögő hangon azt kérdezte tőlük, mit kerestek itt? Téged keresünk, gyere velünk haza, mondta Fanni fáradtan. Mit tartasz a karodon? Lépett közelebb hozzá Póli. A gyermekem. Kiszedtem a sírból. Gondját viselem. Jól van, de gyere haza, hideg van, megbetegszel. A gyereked is megfázik, eltemetheted megint, mondta Fanni dermedten, és belekarolt Boriskába. Póli a másik oldalról tette ugyanezt. Van benne valami? Igazat mondasz. De én nem hagyhatom el ezt a biztos fedezéket. A szobád az biztosabb fedezék. Apánk páncéllal fedette be a falát, az ajtót kicseréltette vasajtóra, az ablakba is átvághatatlan rácsot rakott. Itt nem vagy biztonságban. Nincs ajtó. Az férkőzhet hozzád, aki akar, magyarázta Fanni, és megborzongott. Én már nem csak magamat féltem, hanem a gyermekemet is. Ha már megtaláltam, nem szeretném elveszíteni. Valóban bunkerré változtattátok a szobámat? Tűnődött el Boriska kerekre tágult szemmel, és a húgai között elindult haza. Sógorai szótlanul szegődtek a nyomába. A falu szélső házai előtt és mindenütt sokan várták, és amikor megpillantották, az asszonyok elérzékenyültek, zsebkendőt nyomogattak a szemükhöz. Boriska persze azt hitte, hogy örömben sírnak, hiszen másoknak tetszően kifogástalanul él, senki nem mondhat rá egy rossz szót se. És a kutatókereső szorgalmát is siker koronázta. Megtalált a gyermekét, lepedőbe bugyolálva tartja a csontjait. Márton Dözsés az ura. Úgy álltak egymás mellett, mint akinek bilincset raktak a kezükre és a lábukra. Már nem magyarázkodtak. Nem is szégyenkeztek. Bekullogtak Boriska után a házba. Thank you.
80 évvel ezelőtt a vajdasági Szent Tamáson iparos családba született Gion Nándor, József Attila Márai és Babérkoszorú Díjas író, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia posztumusz tiszteletbeli tagja. Írói pályája az Új Szimpozion című újvidéki avantgárd folyóirat körében indult, első regénye pedig 1968-ban jelent meg. Próza művészete később klasszicizálódott, fordulatos, eleven stílusban írt művei erősen kötődnek szülőfalujához. Szülővárosa történeteiből táplálkozó elbeszélés füzérszerű regényeinek egyike a Rózsaméz, amelyből most Ober Frank Pál és Lux Ádám Jászai Mari díjas színművész előadásában hallunk egy részletet. ...1920 tavaszán egy napsütéses szombat délután a verbászi vasútállomáson összetalálkozott két toprongyos Szent Tamási ember, Csoszogó Török Ádám és Gion Antal. Boldogan összeülelkeztek, rázogatták egymás kezét, a nagy darab Török Ádám még a magasba is emelte a kis zömög Gion Antalt, és megforgatta a levegőben. Évek óta nem találkoztak. Török Ádám most érkezett Szabadkáról a börtönből, arcát tüskés, fekete szakál borította, haja fülére lógott, lyukas, mojrágta gyapjú szvetter, és elnyűjt posztónadrág volt rajta, a mesztelen lábán hatalmas katona bakancs. A gyapjú szvetter alatt az övébe dugva vadonatúj, fényes csendőrpisztolyt rejtegetett. Gion Antal Nyizsnyi Novgorodból jött, Fogoly táborból. Orosz pufajkába és kifakult, rongyos huszárnadrágba volt öltözve. A pufajka kihasadt a hátán, vastag vattacsomók lógtak belőle. Egy tarisznya is volt nála. A tarisznyában egy borotva, egy hajnyírógép, kis darab szappan és fél kilónyi kőkemény kukorica kenyér volt. Nevetve nézegették egymást, izzadtak a napsütésben. Török Ádám többször körüljárta Gion Antalt és fejcsóválva megjegyezte. Rongyosak és piszkosak vagyunk, mint valami rossz csavargók. Három hónapja utazom, mondta Gion Antal. Örülök, hogy rongyosan is eljutottam idáig. Verbászról aznap már nem indult vonat Szent Tamásra, így hát gyalog mentek tovább. Végig siettek a verbászi utcákon, és amikor kiértek a Szent Tamási országútra, Török Ádám jobbra fordult a csatorna felé. Jobb, ha nem maradunk az úton, mondta. Jobb, ha nem találkozunk ismerősökkel. Hosszú léptekkel nekivágott a puha szántóföldnek. Gion Antal nem bánta volna, ha találkoznak ismerősökkel, így rongyosan is. Alig várta, hogy minél több ismerőssel találkozzon, de szó nélkül letért az útról, leszegett fejjel kocogott Török Ádám után. A csatornánál megállt Török Ádám, a víz mellett kövér, zöld fűnőtt, fűcsomókat tépett, és letisztogatta a bakancsára tapadt puha föld. Gion Antal szuszogva állt mellette, és azt mondta, három évig erre vágytam, hogy melegem legyen, hogy úgy Isten igazából megizzadjak. Oroszországban még nyáron is fáztam, a telek meg szörnyűségesek. Aki nem járt ott, nem tudja elképzelni. Most már nem kell sietnünk, mondta Török Ádám. Jobb lesz, ha csak sötétedés után érünk Szent Tamásra. Jobb, ha nem látnak így bennünket. Gion Antal sietett volna haza, de azért beleegyezően azt mondta, három évig voltam hadifogoly, és már három hónapja utazom. Fél napot még várhatok. Holnap fehér inget húzok, és sötétkék ruhába öltözöm, mondta Török Ádám. Sándorék hoztak nekem egy sötétkék ruhát Brazíliából, és egy csontfejű fehér sétapálcát is hoztak. Az anyám mondta, amikor meglátogatotta a börtönben. Sándorék hazajöttek Brazíliából? Hazajöttek, mondta Török Ádám. Nem tudtak ott boldogulni. Kivárták, hogy véget érjen a háború, nagy nehezen összekaparták a pénzt a hajóra, és hazajöttek. Öt sötétkék ruhát hoztak, és öt sétapálcát. Semmi mást. De így is jó.
Az a fontos, hogy itthon vannak, és most a családunkban minden férfinak van sötétkék ruhája és sétapálcája. Ráérősen ballaktak a csatorna mellett, jobbra tőlük a vízszéli nádasban láthatatlan vízimadarak kiáltoztak balra a szántóföldeken, széles sávokban zöldelt a búza, és egészen messze az országút közelében kapás asszonyok hajlongtak a répa földeken. Az asszonyokat mindketten hosszasan megbámulták, belehunyorogtak a napba, és megdörzsölték könnyező szemüket. Hiszel Istenben? Kérdezte később Gion Antal. Hiszek, mondta ünnepélyesen Török Ádám. És hiszem, hogy Isten mindenkit egyformán szeret. Egy orosz gróf egyszer térdre borult előttem, és Istenként imádott engem, mondta Gion Antal. Olyan alázattal imádkozott hozzám, hogy én akkor tényleg Istennek éreztem magam. Nagyon jó érzés volt. Életemben talán akkor voltam a legboldogabb. Engem halálra ítéltek, mert katonaszökevény voltam, mondta Török Ádám. Az újvidéki börtönben vártam, hogy kivégezzenek. Egy szombatista lelkésszel zártak össze, őt is halálra ítélték, mert ő sem akart háborúba menni. Ez a szombatista lelkész folyton imádkozott, és próbált rábeszélni engem is, hogy imádkozzak Istenhez. Tudtam, hogy meghalok, dühített ez a jámbormarha, egyszer meg is vertem. Nem védekezett. Aztán hiába is védekezett volna, gyönge kis emberke volt. Verhettem, ameddig akartam. Ő meg folyton azt mondogatta. Imádkozz Istenhez. Isten mindannyiunkat egyformán szeret. Legszívesebben nagyon vertem volna. De egyáltalán nem védekezett, így hát békébe hagytam. És ennek a ványat lelkésznek igaza lett. A szerbek feljöttek Újvidék alá, a németek és a magyarok visszavonultak, és minket elfelejtettek kivégezni. Azóta hiszek Istenben. Szent Tamáson hogyan viselkednek a szerbek? Nem tudom, mondta Török Ádám. Nem tudom, hogy viselkednek. Én minden esetre hálás vagyok nekik, mert megmentették az életemet. Igaz, 5 nap múlva megint lecsuktak, de ők legalább nem ítéltek halálra. Bizonyára verekedtél, mondta Gion Antal. Fenét, mondta Török Ádám. Nagyon szelíd voltam. Valamennyire rendezettem magam, körüljártam az ismerősöket, és örültem, hogy nincs a faluban sem csendőr, sem katona. Amolyan senki földjén voltunk, a szerb katonaság még nem ért ide Újvidék felől. A magyarok meg állítólag feketicsik húzódtak vissza. Nyugodtan járkálhattam a faluban, elmentem Krebszékhez is a vízimalomba. A rojtos gallait kerestem. A citerást? Azt. Benősült Krebszékhez. Felhagyott a citerázással, mert a háborúban szétlőtték a jobb könyökét. Stefán Krebsznek sok rokona van Feketicsen. Tőle hallottam, hogy a magyarok odáig húzódtak vissza, és azt is mondta, hogy egy hosszú német katonai szerelvény áll a sineken Feketics és Verbász között, és a senki földjén, és megvan pakolva mindenféle földi jóval. Még akkor este elindultam gyalog a vasút felé. Hajnalban rátaláltam a vonatra, tényleg rettenetesen hosszú szerelvény volt, megpakolva katonaruhával, bakancsal, élelemmel, sőt még papírspárga kötegekkel is. A feketicsiek nagyban fosztogatták, cipeltek haza mindent, ami a kezük ügyébe került, még a papírspárga kötegeket is. Én alaposan körül akartam nézni, végigjártam a hosszú szerelvényt, és igazán értékes dolgok után kutattam. Biztosan találtam is volna, de egyszer csak megjelentek a szerb katonák. Az emberek szétfutottak, én is elfuthattam volna, de gondoltam, a szerbektől nincs mit tartanom, a vonat nem az övék, így hát nyugodtan bevártam őket. Ma sem értem, hogy lehettem akkora marha. Körülfogtak és elkezdtek ordítozni, hogy bocskos tolvaj vagyok, meg hogy a sok holmi igenis az övék. Még mindig eloldaloghattam volna, ha befogom a számat, de én nem tűröm, ha ordítoznak velem, és én is visszaordítoztam. Na, a vége az lett, hogy letartóztattak, aztán le is csuktak. Én csak Magyarországon tudtam meg, hogy mi a helyzet. Novgorodban nem hallottam az új határokról. Amikor Magyarországon egy szemüveges tiszt megmondta, hogy új határok vannak, csak hüledeztem, hogy
Hogy? Mondogattam, olyan bambán viselkedtem, hogy a tiszt kidobott az irodájából. Üljünk le egy kicsit, indítványozta Török Ádám. Nem akarok világosan hazaérni. Jobb, ha nem látnak ilyen rongyosan és piszkosan, mert szőrös is vagyok, mint a disznó. Leültek a földre. Török Ádám lehúzta a hatalmas katonabakancsát, hogy pihentesse a lábát. Ennyi hasznom maradt a katonavonatból. Mutatott rá szomorúan a bakancsra. Ezt nem vették el tőlem. Gion Antal maga elé tette a tarisznyáját, egyenként kivette belőle a borotvát, a nyirógépet, a kis szappandarabot. Megnyírlak, megborotvállak, ha akarod, mondta. Török Ádám hitetlenkedve mereztette a szemét. Óvatosan kezébe vette a borotvát, szétnyitotta, hüvelykujjával vigyázva megérintette az élét. Aztán megragadta a nyírógépet, és mosolyogva kattintott vele néhányat a levegőbe. És te csak most szólsz? Sóhajtotta. Azonnal fogj hozzá. Vesd le a szvetteredet, mondta Gion Antal. Először megnyírlak. Török Ádám a fején keresztül lerántotta magáról a vastag gyapjú szvettert, és akkor Gion Antal meglátta az övébe dugott csendőrpisztolyt. Nem szólt semmit, nyírni kezdte Török Ádámot. Fehér csíkot húzott a tarkójára és a két füle mögé. Török Ádám engedelmesen előrehajtotta a fejét, kivette az övéből a pisztolyt, és azt mondta. Egy cigány lókupectől kaptam. Együtt ültünk a börtönben. Ő előbb szabadult. És mire én kijöttem, szerzett nekem egy pisztolyt. Gion Antal erre sem szólt semmit. Csattogott a nyírógéppel, néhányszor hátralépett, hogy messzebbről is szemügyre vegye Török Ádám fejét, és ilyenkor kifújta a nyírógépből a hajszálakat. Ismét hátralépett, hosszasan szemlélte Török Ádám körülnyírt fejét, aztán elégedetten visszaült ő is a fűre. Fogolytáborban tanultál meg nyírni és borotválni? Kérdezte Török Ádám. Ott. Borbélyt kerestek, és én mindjárt jelentkeztem, bár soha életemben nem voltam borbély, de hát a foglyokat főleg kopaszra kellett nyírni. Gyorsan beletanultam. Borotválni meg már azelőtt is tudtam valamennyire. Jó dolgom lett, hogy borbélykodni kezdtem, több ennivalót kaptam, főleg azután, hogy magasrangú orosz tiszteket, meg grófokat, meg hercegeket is nyírtam. Török Ádám kezébe nyomta a kis szappandarabot, és azt mondta neki, vizezd be, szappanozd be kézzel az arcod, borotva ecsetem nincs. Török Ádám lement a víz széléhez, bevizezte és beszappanozta az arcát. Aztán letérdelt a fűre, és Gion Antal hozzá fogott borotválni. Vári Fábián László, Kossuth és József Attila díjas, kárpátaljai költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja idén március 16-án töltötte be a 70. életévét. Nagy öröm volt számára, hogy éppen egy nappal korábban, 2021. március 15-én munkásságát Kossuth díjjal ismerték el. Vári Fábián László szenvedélyes hangú, gazdag formavilágú, szuggesztív lírája, életteli, önéletrajzi regényei a Kárpátalján kisebbségben élő magyarság sorsában gyökereznek. Életműve a II. Világháború alatt és után velük történt sok tragikus esemény mementója is. De nem csak szépíróként, folkloristaként is szolgálta szülőföldjét, ahol számos magyar és ruszin népbaladát gyűjtött össze, és persze adott közre. Emellett évtizedeken át általános iskolai tanárként, majd főiskolai oktatóként is dolgozott. Gálaestünk első részének záró akkordjaként hallgassuk meg Vári Fábián László verseit Hűvösföldi Ildikó és Lukács Sándor színművészek előadásában. Utána egy nagyon rövid, mindösszesen 10 perces szünetet tartunk, és visszavárjuk Önöket. A madáristen fia. Harmadfű csikókoromban egyszer a turáni síkon vagy pokjolában, az enyémtől elkódorogva, rejtelmes vizekre vitt a lábam. A napkorong már ereszkedőben,
vörösből visszaváltott ezüstre, a tótest tán ettől megborzongott, megemelkedett sötét lőtükre. Egy felszálló madár zúzta széjjel nyugalmát, felhőnyi volt a szárnya, az eget illendőn megkerülte, s ránehezült az alkony lótájra. Nyomában suhogó kék nyalábok, vörös lidércek keletkeztek. Szeme átható reflektorában a démonok láthatókká lettek. A teremtett világ delejezetten bámult, a látvány galléron fogta, s az embertől érintetlen tájon felsusogott a bizalom bokra. S amint arccal a földnek forduló óriás kócsag leszállni készült, két lábra állva fogadtam volna, de szemem két ablaka elsötétült, ám szíve szívemmel összedobbant. S én hozzája hasonlóvá lettem, mire havait az ég leszúrta, finom tolpihék lepték a testem. Iszonyú módon megéheztem, ő mellkasát feltépve etetni kezdett. A madáristen fia volt, mondom, a teremtmények között a legszebb. A holdmadár. Az elfajzott ember nem tud repülni. Lassan már lelke is földön futó. Elméje kihagy, a vére szunnyad, kristállyá épül szemében a só. Hanem, amikor lepihen végre, de zsibongó aggyal nem alhat el, a holdmadár halkan beoson érte, s keblébe idegen lelket lehel. Ő emeli már megfáradt testét. Nyílnak előtte a téglafalak. A vityebszki éjben lebegett ígyen a ma bozontos Chagall alak. Elhúz a kémények sűrűjében, a tornyok bagjaihoz beköszön, s csodájára, hogy visszahuhognak, bimbót bont arcán a gyermek öröm, s előző életét kezdi lapozni. Szárnyas lény volt ő is valaha, járta a tengert, Afrika földjét, s ha verte a vágy, csak egyre haza. De szakadozik a közvetítés, az államszolgáltatás most marad el. Az emberi lény leszáll az ágyról, csordultik a hólyag, mennie kell. A holdmadár figyelme bicsaklik. Karmából a kavics messze gurul, elrúgja magát a való világtól, keservel, krúgatva visszavonul. Hold anyja mindétig hazavárja. A kudarcra szép álorca kerül, s ha felsír az ember néhai párja, emlékek fátyla mögé menekül, ha nem csókolhat. Nem vágyom már a holdra sem. Jó nekem a csonka beregben. Félénk madaram, éj álmom a szél sziszenéstől is rebben. Jaj, hogy már a háztályi szél is kígyó lélekkel lett teremtve. Hadd bóbiskolna, kínáljátok jó tejecskével reggelente, vagy kösetek szájára maszkot, covidot ne kapjon az árva. Már a rettegés is ragályos. Éjszakám legyen kulcsra zárva, és kendő kell a fényforrásra, ne is nézhessek már tükörbe,
alantas mélyén kobrafészkel, s úgy vág, akár a járvány görbe. Ha nem csókolhat álommézzel, nyüves döggel ne traktáljon. Vessen ki magából a hajnal, s az anyaköddel odébb álljon.